Sziasztok! Köszöntök mindenkit ezen az estén, aminek a bevezetőjét Ádám kérésére én fogom tartani egy rövid 10 percben. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szíven ütött ez a kérés, mert nem nagyon szoktam beszédeket tartani, nem úgy, mint Ádám, akinek rengeteg tapasztalata van már, úgyhogy ahogy megtudtam, hogy ez lesz a feladatom ezen az estén, nagyon-nagyon elkezdtem izgulni. Aztán megnéztem az időt, hát gondoltam, még van 3/4 órám, hogy felkészüljek erre a beszédre, pont elég lesz. Neki is kezdtem, de annyira össze-vissza voltak a gondolataim, hogy rövid úton én így el is engedtem ezt a felkészülést. Úgyhogy én most úgy ültem ki ide elétek, hogy fogalmam sincs, hogy hogyan lesz itt teljesen felépítve ez a beszéd, mi lesz a vége, mi lesz a csattanó, vagy egyáltalán lesz-e valami, hogy Ádám szavaival éljek, majd ahogy ezt a tér kiadja. Hát majd meglátjuk, hogy mit ad ki a tér. Annyi instrukciót kaptam, hogy beszéljek egy kicsit arról, hogy mit jelent a számomra a zen, hogy mit jelent a gyakorlat. Talán onnan tudnám a legkönnyebben elindítani ezt a leírást, vagy ezt a témát, hogy én hogyan is találkoztam a zennel, hogy egy ilyen pár évvel ezelőtt találkoztam Csongen Szunyimnak az egyik videójával, és hát körülbelül egy olyan 10 perc, negyed óra elég volt arra, hogy megszülessen bennem az az érzés, hogy így oké, nekem ez így kell, én ide el fogok jönni. Aztán, amint lement ez a beszéd, ugye rögtön elkezdtem utána nézni, hogy is kell meditálni, hogy gondolja ezt a zen, és hát otthon szépen elkezdtem gyakorolni. És valahogy úgy éreztem, hogy borzasztóan közel áll hozzám ez a meditáció, meg ez az egész szellemiség, amit én abból az egy darab videóból elsajátítani véltem, illetve rádöbbentem. Beugrottak ilyen gyerekkori emlékek, amikor talán én már találkoztam a meditációval, de persze fogalmam sem volt arról, hogy ez az, mert nem tudtam a nevén nevezni. Egy ilyen kis sztorit azt így elmesélnék. Rendszeres volt nálam az, hogy ha valamit nem találtam, akkor tök ideges lettem egy idő után, és akkor így szépen így feladtam a keresést, és azt csináltam, hogy így, hát így ültem így halálnyugodtan egy kis kupacom tetején, és így mindent elengedtem, kiüresítettem a fejemet, majd aztán fölálltam, mentem a dolgomra, és egyszer csak beugrott, hogy hol van az a valami, amit keresek. És utólag ilyen 20 pár évvel később valami úgy derengett, hogy amit meditációban megtapasztalok, így felnőttként, az egy nagyon-nagyon picit hasonló, amit már így gyerekként átéltem, és nem csak ilyen helyzetben, hanem akár többször, csak most ezt az egy példát említettem. És azt hiszem, hogy én ezért is éreztem nagyon-nagyon otthonosnak azt, amit tudott nekem nyújtani a zen. Hát most, hogy így elmondtam, hogy mennyire borzasztóan közel áll hozzám, azt hiszem, hogy meg kell említenem azt, hogy milyen volt az első élményem, amikor eljöttem ide elvonulásra. Ez egy egynapos tábor volt, amit talán nem is tábornak nevezünk, hanem mindegy egynapos elvonulás. És hát miután az korán reggel kezdődik, én már este ide érkeztem, mert a koránkelés az nem az erősségem, úgyhogy gondoltam, hogy én majd jól idejövök, itt alszom, és akkor majd nem fogok elkésni reggel 8-kor. Na hát, ide értem a vacsorára, természetesen késtem egy olyan 20 percet, már így valamikor így a végére járt az egész étkezési ceremónia, nem mertem bejönni, beküldtek a konyháról, hogy de menjél, csak jó lesz az. Beléptem, akkor találkoztam életemben először ezzel a teremmel, Szunyim ott van, mindenki bámul rám. Hát, lefagytam. Mit mondjak?
ez volt az első találkozásom, egy ultra nagy égés. Aztán jött az esti ceremónia, és hát elkezdtünk ugye énekelni, mantrázni, amivel a videókban én még soha nem találkoztam, meg úgy általában előtte életemben soha. És így rögtön rám jött a menekülhetnék, hogy nem mondom, én innen megyek. Tehát, hogy itt most koraiul éneklünk, azt se tudom, hogy mit jelent. Szeretném megérteni, de biztos vagyok benne, hogy nem fogják elmondani. Nagyon hangosan énekli mindenki, nagyon motiváltan. Mit keresek én itt? Ez volt, azt hiszem, az első olyan élmény, amikor nagyon-nagyon el akartam innen menekülni. Aztán valahogy csak kibírtam ezt a másnapos gyakorlatot, és utána nem jöttem vissza kerek egy évig. Ugyanakkor otthon is nagyon sokat meditáltam, mert éreztem, hogy ezzel nekem van valami dolgom. Azt még egy darabig nem tudtam hova tenni, hogy fogom én legyőzni ezt a mantrás ellenérzésemet, vagy egyáltalán valaha le fogom-e. De aztán csak visszajöttem egy második elvonulásra, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy azóta sikerült a mantrákkal megbarátkoznom, mert azóta nagyon szeretem őket, amit nem gondoltam volna igazából. Most egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy így a nagy találkozások után így mit is jelent a mindennapi életemben a zen. Talán tudtok hozzá kapcsolódni. Ugye Budapestre járok hetente meditálni Ádámékhoz, és ott valamikor még így a gyakorlatom kezdetén elhangzott egy mondat. Ez egy hosszú beszéd volt, aminek csak egy ilyen kis pici pármondatos szösszenete volt, az, amit én nagyon-nagyon kikaptam az egészből. Ez pedig az, hogy itt minden azért történik, hogy segítse a gyakorlatomat. És ez az egy mondat, ez valahogy nagyon-nagyon mélyre hatott. Mert azt kell, hogy mondjam, hogy szemléletformáló volt, és a mai napig tudok ebbe kapaszkodni, és nagyon sokszor vezet engem, amikor zenközösségben vagyok, vagy akár kint a civil életben. Ugyanis az, hogy minden az én gyakorlatomat és fejlődésemet szolgálja, ez nagyon-nagyon könnyen átírható a kinti életre. Nem nagyon hamar el lehet oda jutni, hogy azok, amiket én tapasztalok, akár egy koan interjúban, vagy akár csak azzal, hogy belépek egy terembe, vagy hogy csöndben vagyok egy másik ember mellett, vagy az, hogy leteszik elém az ételt, miket érzek, miket hoz elő belőlem. Hogyha kellő önreflexióval és jelenléttel fogom föl, vagy tapasztalom ezeket az eseményeket, amik egyébként rettentően biztonságos térben történnek itt ezen közösségben, akkor én ezt kivíve az életbe ugyanúgy tudom használni. És tulajdonképpen nekem a zen, az egész meditáció, a gyakorlatok, az, hogy most itt vagyok, vagy akár a budapesti gyakorlatok, egy hétfőnként, 3 óra, az nekem egy nagy gyakorlótér. Nagyon szeretek rá így gondolni, és azt hiszem, törekszem is arra, hogy ezt így használjam. Most egy kicsit elfogytak a szavak. Azt hiszem, hogy azért, mert hogy ez a nagy gyakorló tér, amit felhasználhatok a valós életben, ez jelenti jelenleg számomra úgy igazán a zent és a gyakorlatot. Többet lehet, hogy most nem is tudnék róla beszélni. És hát remélem, hogy tudtatok ehhez kapcsolódni, és hogy valamit tudtam nektek adni. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hogy meghallgattatok.